az én generációm nem éppen hamar fog férjhez menni, vagyis én ezt támogatom, az a lényeg. Nagyon jó dolog. Csak nekem lehet, hogy éppen nem jött be, de nem tudom, de ez, én szeretek házas lenni valójában. A házasság intézménye nálunk most éppen nem nagyon aktuális, de amúgy én hiszek benne. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért ez egy jó dolog, főleg, hogyha hosszú ideig együtt él valaki a másikkal. A szombathelyiek többségének nincs kifogása a házasság intézménye ellen, ez látszik is a statisztikákon. A városban ugyanis közel 300 pár kelt egybe tavaly, miközben hazánkban 2013-ban csökkent a házasodási kedv. Szombathelyen új helyszíneket is felfedeztek maguknak a szerelmesek. A külső helyszínen is körülbelül annyian voltak, illetve itt a házasságkötőteremben is. Két új helyszínt vettünk föl 2014-től, mivel 2013-ban népszerűbb lett. Az egyik a Herényiek háza, a másik pedig a Sági István erdészeti központ. A statisztikához tartozik, hogy idősebb korban kötnek házasságot az emberek. Egyre többen vannak a 35 év feletti párok. A legkedveltebb a május és az augusztus az igenek kimondásához.